Hosszú napok óta 30 fok fölött jár a délutáni hőmérséklet országszerte. Ez a meleg nem csak a beteg, hanem az egészséges szervezetet is megviseli. Néhány jó tanáccsal odafigyelhetünk magunkra. Párakapu segíti a felfrissülést a megyeszékhelyen. Nyíregyházán két frissítő pontot is kialakítottak a Kossuth téren. Az elmúlt napokban is 30 fok feletti hőmérsékletet mérhettünk. Most viszont arra hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat, hogy az év eddigi legmelegebb hete jön. Mint írják, szerdától péntekig jó eséllyel fölülmúlhatjuk az év eddigi legmagasabb maximumát, amelyet július 29-én Budakalászon mértek, akkor 36,6 Celsius fok volt. Bár a 36, esetleg 37 fok közeli csúcs hőmérséklet nem lesz jellemző, de az országban egyre több helyen közelebb lehet majd a délutáni hőmérséklet a 35 fokhoz, mint a 30-hoz. Jó eséllyel országszerte ez az időszak hozhatja az év eddigi legmelegebb napjait. A jelenlegi számítások szerint pénteken lehet enyhülés, ám az ország keleti harmadában ez alig lesz érezhető. A meleg időben a rendőrség is ellátja jó tanácsokkal a lakosságot. Nyilvánvalóan ebben a nagy melegben célszerű, hogyha megtervezzük az útvonalat, és olyan útvonalat választunk, ahol esetleg fák szegélyezik az utat, egy kis árnyékot, egy kis hűst adnak, de készülni kell főleg hosszabb távon olyan utakra, autópálya környéke, ahol semmilyen árnyékot adó, hűst adó területen nem találkozhatunk. Itt célszerű mindig magunk mellett valamiféle folyadékot, általában vizet tartani, és időnként, mint egy hosszú távú vezetésnél, meg kell állni, fel kell magunkat frissíteni. Egy kis folyadékot, hogyha a tarkunkra, kezünkre, csuklónkra locsolunk, felfrissít minket, biztonságosabban fogunk tudni vezetni utána, hiszen jobb lesz a reakcióidőnk, a fáradtság egy picit eltűnik, de nyilván ezt a hőmérséklet a távolság függvényében sűrűbben meg kell ismételni. Itt a stúdióban is izadunk rendesen, a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Kiss Csaba házi orvos. Hát ha hideg van, az a baj, ha meleg van, akkor pedig az a baj. Miért terheli meg a szervezetet egyáltalán ez a nagy meleg? Hát ugye arról van szó, hogy az emberek állandó testhőmérsékletűek, és hát ugye ez nyilván energiabefektetést igényel, hogy ezt az állandó testhőmérsékletet fenntartsuk. Ugye akkor is, hogyha túl hideg van, akkor is, hogyha túl meleg van. És ugye maga ez a fizikai behatás, ez a hőhatás, illetve a szervezet, ahogy küzd, hogy megtartsa az egyensúlyát, ez az, ami igazándiból a problémát okozza. És ugye hát a nagy hőség a szervezet egészére kiad, leginkább ugye a szívérrendszer terheli meg, főleg ugye azokat, akik valami miatt egyébként is nehezebb helyzetben vannak, krónikus szívérrendszeri betegséggel, magas vérnyomással, szívelégtelenség küzdenek, illetve hát ugye az idősek, akiknek a szervezete ugye a fizikai változásokra már sokkal nehezebben tud reagálni, valamint ugye a kisgyerekek, és leginkább ugye itt a csecsemőkre gondolnék, náluk pedig ugye azért, mert ők ugye a kis testtömegük miatt sokkal könnyebben átmelegszenek. Régen is volt meleg. Akkor is megviselt minket ennyire? Akkor is voltak ilyen panaszok? Természetesen akkor is, de ugye azért azt is figyelembe kell venni, hogy régebben milyen volt az életmódunk. Tehát azért régebben az emberek sokkal inkább megtették azt, hogy dolgoztak korán reggel, dél környékén, amikor a nagy melegek voltak, akkor tudtak hűvösbe, árnyékba pihenni, utána délután megint dolgoztak. A mai világ az nem így működik, most akármi van, lehet kint 100 fok, meg lehet kint mínusz 50 fok, akkor is ugyanúgy mennek az emberek, hajtanak, dolgoznak. Egyébként is ugye nagyon-nagyon stresszes, nagyon-nagyon túlpörgetett életmódunk van, és igazándiból nincs arra lehetőség, hogy egy kicsit lazítsunk, hogy egy kicsit megálljunk, hogy egy kicsit pihenjünk, és ez az, ami miatt talán jobban megvisel most minket. Tehát akkor régen működött a siesta, ami a déli államokban működik jelenleg, csak most már nálunk nem. Ilyet lehet hát mondani? Úgy gondolom, hogy tehát hogy ez az egyik fő ok, hogy alapból nagyon-nagyon túlterhelt egy átlagos ember, és ez ilyenkor ugye rátesz még egy lapáttal. Őr, akkor a szakemberek azt mondják, hogy még azért ilyen nem volt a világtörténelemben, hogy ekkora energiát fordítsunk arra, hogy lehűtsük saját magunkat. Tehát ugye magyarán a klíma, hogy elviselhetőbbé, tehát a klíma működéséről beszélek, hogy elviselhetőbbé tegyük ezt a nagy meleget. Ugyanakkor ez ugye probléma is lehet, tehát egy klímás helyről kimegyünk egy nagyon meleg helyre. Vannak itt olyan tanácsok, amiket érdemes megfogadni?
Igen, hát eleve ugye azért a klímával vigyázni kell. Alapvetően nyilván jó, hogyha a munkahelyen vagy az otthonunkban nincsen 40 fok, de azért az sem jó, hogyha ugye a külső hőmérséklet nagyon-nagyon magas, mi pedig az otthonunkban 18-20-22 fokra hűtjük le a helyiséget, mert ugye akkor hirtelen van nagy hőmérséklet különbség, és a szervezetnek nem nagyon van ideje alkalmazkodni hozzá, és emiatt van az, hogy ugye nyár elején, amikor bejönnek a nagy melegek, elkezdjük használni a klímát, akkor rengetegen kezdenek el mindenféle ilyen felső légúti panaszokkal küzdködni. Például személyes tapasztalatom az, hogy a nyár elején vannak a legcsúnyább mandulagyulladások, meg arcüreggyulladások, ahogy ugye bejön a nagy meleg, elkezdjük a klímát használni, rögtön jönnek ezek a súlyos felső légúti fertőzések. Tehát az embereknek hozzá kell szokniuk a meleghez, a nyárhoz. Igen, meg nem kell ilyen nagyon nagy hőmérséklet különbséget csinálni, tehát hűtsünk valamennyit, hogy komfortos legyen, de ne 20 fokra hűtsük le a szobának a hőmérsékletét, miközben kint 40 van. Tehát azért ugye nagyon nagy a hőmérséklet különbség, és a szervezet nem tud egyik pillanatról a másikra olyan könnyen átállni, tehát ez megint csak egy plusz terhelés, megyünk a melegből a hidegbe, hidegből a melegbe. Mennyi az optimális különbség hőmérséklet? Hát nyilván nagyok az egyéni különbségek, tehát azért nem lehet egy olyan számot belülni, de én azt mondom, hogy ha most ugye mondják, hogy ilyen 35-36 fokok lesznek, szerintem, hogyha egy ilyen 26-8 fok van a lakóhelyen vagy a munkahelyen, az már teljesen jól tolerálható, és mégse olyan nagyon nagy a különbség. Említette, hogy a nyár elején sokan fordulnak panasszal önhöz, önökhöz, és nyár közben ilyenkor mi az, ami előfordul? Hát ez megint csak nagyon változó. Most a napokban, a hétvégén is, ahogy ügyeltem a házi orvosi rendelésen, például nagyon sok vírusos felső légúti urut, illetve ilyen hányús hasmenős megbetegedés volt. De ezek ugye ilyen időszakos dolgok. Tehát, ez is a nyárhoz köthető? A meleghez? Ez inkább ilyen szorványos, tehát mindig vannak ilyen járványnak azért nem lehet nevezni, de úgy, hogy megszaporodik a számuk ezeknek a vírusos, ilyen hányós hasmenős megbetegedéseknek, igen, de egyébként most azért szerencsére semmiféle ilyen komoly ilyen járványos betegségről nem tudunk beszámolni, hál' Istennek. A szakemberek ajánlják a folyadék utánpótlást. Ez miért? Miért kell? Ugye hát ilyenkor a szervezetnek sokkal nagyobb a folyadék igénye, mert ugye a légzésünkkel, az izzadással nagyon-nagyon sok folyadékot veszítünk, ugye, tehát a pároroktatás az, ami hőt von el a szervezettől, ez az, amivel alapvetően ugye hűtjük magunkat, és ugye ilyenkor a folyadékpótlás azért nagyon-nagyon fontos, hogy ne száradjunk ki, ne kapjunk hőgutát, jobban tudjuk elviselni a meleget. Segít egyébként abban is, hogy egyáltalán a fizikai terhelést is jobban bírjuk. Úgyhogy azért nagyon-nagyon fontos, és itt nagyon fontos az, hogy megfelelő minőségű folyadékot fogyasszunk. Mert hát ugye nyilván sokaknak jól esik a hideg sör kint a strandon a nagy melegben, de azért azzal tisztában kell lenni, hogy fél liter sör elfogyasztása az körülbelül olyan, nagyjából olyan 6 deciliter vizeletet eredményez, ugyanis a sör az kiváló vizelethajtó hatású. Tehát igazándiból a folyadék utánpótlásunkat effektíve nem segíti, hanem még tovább ront a helyzeten. Tehát nem iszunk rá vizet. Pontosan, igen. Tehát alapvetően víz, rostos üdítők, és lehetőleg ugye nem ilyen, nem cukros, meg nem alkoholos dolgokat kell inni. Viszont ha táplálkozunk, akkor itt van valamilyen tanács, amit érdemes megfogadni? Hát ilyenkor, jó kis csülökpörkölt az? Igen, az könnyíti az embernek a napját, az biztos. Hát, hogyha van rá lehetőség, hogy utána egy fél napig feküdjünk a hűvösben, akkor igen, akkor mindenképpen. De alapvetően inkább azt mondom, hogy naponta 4-5-szer kisebb, könnyű étkezés, tehát pont igen, az ilyen zsíros, nehéz ételek azok, amik kerülendőek, és inkább több gyümölcsöt, zöldséget, úgyis most van ugye ennek az idénye, tehát ezek azok, amiket elsősorban fogyasztani kell. Hogyha valaki sportol, akkor figyeljen oda arra, hogy a napszak melyik részében sportol. Tehát hát mindenképpen. Nyilván ugye, hogyha venti sportolást választunk, konditermi edzés, ilyesmi, akkor ott
majdhogy nem mindegy, mert ugye ott azért a légkondicionált helyiségben más. De aki szabadban akar sportolni, annak azért mindenképpen az javasolt, hogy inkább a reggeli órákban, vagy késő délután este felé sportoljon, mert ugye azért a tűzőnapon mindenféle fizikai aktivitás, a fizikai munka, a sportolás, ugye azért az fokozott felmelegedéshez, fokozott folyadékvesztéshez vezet, és nagyon-nagyon könnyen lehet akár hőgutát kapni, akár kiszáradni. Van esetleg még valamilyen tanácsa? Igazándiból elsősorban azoknak, akiknek van valamilyen betegsége, főleg ugye akik szívbetegek, magas vérnyomás betegek, azoknak ajánlanám azt, hogy ilyenkor fokozottan figyeljenek oda arra, hogy mérjék rendszeresen a vérnyomásukat, figyeljenek oda arra, hogyha mellkasi panasz, fulladás, nehéz légzés, lábdagadás van, akkor mindenképpen fel kell keresni időben a háziorvost, és nem megvárni azt, amíg tényleg nagy probléma van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, most már nekünk is itt az ideje, megtöröljük a homlokunkat.